Egyre azt látjuk, hogy Balogh Zoltán, ezt nem látjuk, ezt tudjuk, ő maga is elmondta, és ez hihető, hogy őt megkérték, hogy mint a tanácsadó, és mint egy atyai jó barát, járjon közbe Novák Katalinnál. Ő ezt megtette, de valakinek a kérésére. Hogy kinek a kérésére azt kijelenteni nem tudjuk, azt tudjuk kijelenteni, hogy ott a Kádár hátországában, Erdélyben él, létezik, jól detektálható egy nagyon befolyásos baráti kör, aminek a tagja Lévai Anikó. És ez a Novák Katalinnak oldatlan az volt a legfontosabb feladata, politikai értelemben, nem kommunikációs, hanem politikai értelemben, hogy összelapátolja a szemetet Szijjártó Péter után. És hogyha azt feltételezzük, hogy Magyar Péter mégsem egy magányos harcos, hanem esetleg a háttérből valakik biztatták erre, akkor már egy életszerű történet az, hogy esetleg egy Rogán ellenes koalíció kezd összeállni a Fideszen belül. Ezek szerint az egy mítosz, hogy a néplelket jól ismeri a Fidesz, mert szerintem, bocsánat, én számomra már az első pillanatban egyértelmű volt, hogy nem lehet ennek a vége más, hogy Novák Katalin távozik, és Varga Judit is. Hangosítunk. A Magyar Hang heti podcastja. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Katona Marian vagyok, a Magyar Hang munkatársa. Megjelent a legfrissebb Magyar Hang, úgyhogy itt van a szokásos a lapajánló is. Ezúttal is itt lesz két kollégám, akikkel nem meglepő, de az elmúlt időszak legsúlyosabb botrányáról, a kegyelmi ügyről, Novák Katalin és Varga Judit lemondásáról, Balogh Zoltánról és természetesen Magyar Péter megszólalásairól is fogunk beszélgetni. György Zsombor és most először szerető Szabolcs érkezik hamarosan. Még mielőtt belekezdenénk a lapajánlóba, azt kérném, hogy még nem tették, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, hogy ne maradjanak le egyetlen műsorunkról, vagy pedig új videónkról sem, illetve arra is bíztatunk mindenkit, hogy vegye meg a Magyar Hangot, ha pedig tetszik, akkor fizessen is előre, hiszen ezt mindig elmondjuk, mi addig tudjuk a műsorainkat elkészíteni, és addig tudjuk az újságot is elkészíteni, ameddig vannak olvasóink és előfizetőink, ezt egyébként nekik nagyon köszönjük. És akkor most már az újság, február 16-a, péntektől kapható a legfrissebb Magyar Hang, ezúttal 8 oldalas budai hang melléklettel, a címlapon pedig Balogh Zoltán, őt egy tükörben láthatjuk, és azt adtuk címnek, hogy nem a tükör a hibás, de hogy ez mit is jelent pontosan, az kiderül az újságból, illetve György Zsomborral is erről fogunk egyébként beszélgetni. Maradva ennél az egész témánál, Róna Péterrel is készült interjú, ő ugye korábban Novák Katalin kihívója volt a köztársasági elnöki székért. Hajdú Péter kollégám megkérdezte tőle többek között azt is, hogy vajon a most történtek jelentik-e Orbán Viktor rendszerén az első repedést, illetve hogy mi lehet a politikai következménye ennek az egész ügynek, de arra is kíváncsi volt, hogy ő maga meglepődötte mindezen, válaszok az újságban. Még mindig kapcsolódunk egy kicsit a témához, Koncz Tamás ugyanis annak nézett utána, hogy mennyibe is került, amikor Novák Katalin, hát ki másra, mint Balogh Zoltánnal közösen tavaly össze Pápua Új-Guineába látogatott. Nagyon érdekes fotók készültek, ebből az újságból is láthatnak egyet, ahogy a részleteket is elolvashatják. Az nem kérdéses, hogy az ország egy jelentős részét most ez az egész ügy tartja lázban, de természetesen más témákkal is foglalkoztunk. Bodac Péter és Hajdú Péter utána nézett, hogy mi is a helyzet Pest megyében, mióta az egészségügyben bevezették ott az új ügyeleti rendszert, ugye számos problémáról lehetett hallani és olvasni az első napokban. Dobravert géppark, szétszéledő orvosok, már a cím is nyilván sokat sejtett, de a részleteket megtalálják a Magyar Hangban. Milyen ellátásra számíthat ma Magyarországon egy demens beteg? Remélhet-e emberséget az egészségügyi dolgozóktól és a társadalomtól, illetve mi vár azokra a családokra, akik úgy döntenek, hogy maguk fogják ápolni szeretteiket? Erről már Albert Enikő írt, ezt is megtalálják a labban. A magyar kormány külpolitikája is szóba került, két egykori diplomatát, Prőle Gergelyt és Szent Iványi Istvánt kérdezte Erkis Kornélia, várható-e a kormány által remélt jobboldali fordulat Európában, eleve mi a helyzet most az Európai Unióban, de természetesen a svéd NATO csatlakozás, mint sláger téma is szerepelt a kérdések között, ez egy terjedelmes páros interjú, ezt is ajánlom. A végére egy kis tudomány, Molnár Csaba azokról a gyerekekről írt, akik még az anyamében fertőződtek meg a Covid-dal, egy friss tanulmány jelent most meg róluk, ennek a részletei kiderülnek a labból. A publicisztika rovatunk ezúttal is erős, nem is meglepő, hogy több szerzőnk is a kegyelmi botrány, illetve annak következményei miatt ragadott tollat, így Puzsér Robert, Szerető Szabolcs, vagy éppen Nagy Attila Tibor is ezzel foglalkozott. Az ő írásaikat és sok más cikket is megtalálnak a legfrissebb Magyar Hangban, most pedig folytassuk a vendégekkel.
És akkor György Zsomborral kezdünk, a Magyar Hang főszerkesztőjével. Szia, köszönöm, hogy eljöttél. Szervusz, köszöntök mindenkit. Nyilván nem meglepő a téma, Novák Katalin kegyelmi botrány, illetve annak a különféle folyamányai. Te is írtál a Labba egy cikket, több kollégával közösen jegyzel egy cikket, akkor inkább így fogalmazok. És ilyen kifejezetten érdekes dolgok vannak benne. Ebben az egész ügyben talán az most a legérdekesebb, hogy sikerül-e életben tartani. Ugye látszik az, hogy pillanatok alatt lekerült a térképről az a két női politikus, aki gyakorlatilag az egész női kart úgymond képviselte a rendszeren belül. Tudjuk, hogy nincs sok női politikus a Fideszben, különösen olyan nincs, aki mondjuk az előtérbe lett volna tolva, vagy fel lett volna igazán építve. Azért én Selmeci Gabriellát már nem sorolnám ezek közé. Tehát gyakorlatilag ketten voltak, most mind a ketten eltűntek egyik napról a másikra. Tehát ez mondjuk mindenképpen veszteség. De ezen túlmenően is, hiába egy hatalmas párt a Fidesz, hiába látjuk azt az országot járva, hogy mindenhol vannak alapszervezetei, irodái, azért igazából a úgymond celeb politikusi köre, tehát akiket Orbán Viktor engedett valamennyire nagyra nőni, azonnak a köre azért nem nagy. Nézzük azt, hogy kik voltak Orbán Viktornak ugye a leghűségesebb szövetségesei, nyilván azok, akikkel még együtt kezdte annak idején, mondjuk akár a kollégiumi világból. Volt ugye egy Szájer József. Aki már nincs köztünk ilyen szempontból. Aki már lecsúszott az eleszen. Volt egy Áder János, akiből államfőt már nem lehet csinálni, ráadásul azt is sejteni lehet, tudni lehet, hogy azért ott nagyon komoly belső ellentétek vannak. Tehát mint bizalmi emberre már nem tud építeni. Akkor van Kövér László, aki bizalmi ember, ő többször megfogalmazta, hogy nem szeretne más csinálni, mint most. Ugye az ő szerepe kérdése, hogy tegyünk mellé egy kérdőjelet, mondjuk, hogy ő van. Van egy Németh Zsolt, akiről gyakorlatilag nem tudunk semmit, túl azon, hogy a külpolitika irányvonala messze menően nem ért egyet, és inkább ilyen szürke, eminenciás féleként a háttérben valahogy áll van. De gyakorlatilag nem ad életjeleket magáról. És hát innentől kezdve volt egy Dajs Tamás, de hát ő mondjuk már egy mérsékelten komolyan vehető figura. Tehát nehéz elképzelni, hogy mondjuk őt feltegye a Sándor palotába, meg hát ott van még az EP lista is. Mert ugye ezzel a bukással ugye az EP lista vezető sincs már meg, és az egész EP listán pillanatnyilag egyetlen egy olyan személy szerepel, aki országosan ismert, és ez a Dajs Tamás. Igen, és itt bocsánat, csak ennyit közbeszúrok, hogy Orbán Balázs a HVG-nak megszólalt a napokban, és amikor megkérdezték tőle, hogy ki lesz az EP listájuknak a vezetője, akkor azt mondta, hogy titok. Aminek azt hiszem van egy ilyen kis diszkrét bája, hogy egy választás előtt egy-két néhány hónappal ott tartunk, hogy titok, hogy ki lesz a lista vezetője a kormánypártoknak, de ez tényleg egy kis zárójával csak. Nyilván fogalmuk sincs. Úgyhogy ez most nem egy könnyű helyzet Orbán számára. Valószínűleg kívülről kell találni a fideszes holdudarból valakit, aki jelenleg nem visel komoly közfunkciót. Ugye elhangzottak már nevek, már úgy nem visel közfunkciót, hanem aktív politikus. Elhangzottak ugye nevek, ugye a korábban politizáló, ma inkább az egyetemi világból ismert Trócsányi László neve felmerült, ugye. A régi professzorok ugye mindig előkerülnek, a Maroth Miklós például. Merkeli Béla. Tehát itt ugye tegyük ki a kérdőjeleket mindegyik mellé. Nyilván meg fogják találni, tehát lesz egy ember, akinek be kell tölteni azt a pozíciót is, azt az imást is valahogy kezelnie kell, hogy Novák Katalin volt ugye a családbarát, a kedves, a cuki, az anyuka. Tehát, hogy egy olyan ember kell kövesse, aki azért szerethető. Legalábbis azért logikailag az vezethető le, és tudom, hogy Szalai Bobrovnicki Kristóf neve is elhangzott, és most lehet még itt lovagolni az ő korábbi kasszonyügyei, meg a cseh repülőgépgyáros ügyeken, mert sok minden nem fognak is, hogyha az ő neve még fennmaradt, bár nyilatkozott az ügyben, és azt mondta, hogy nagyon jól érzi magát miniszterként ott, ahol van. De azért nehéz elképzelni, hogy Szalai Bobrovnicki Kristóf ezt a kedves egy közülünk karakterst be tudná tölteni, gyakorlatilag ez lehetetlen. Vajon tényleg ilyen karaktert akarnak el, hiszen Magyar Péter is utalt rá többek között, hogy ugye Varga Judit és Novák Katalin is mind ketten olyan karakterek voltak, akiket az emberek szerettek. És hogy nem mondtak ide, de a szavai mögött nagyjából azt lehetett kiolvasni, hogy ez már Orbán Viktornak sok volt, és hogy ezért ő nem szeretne azért saját magának. Nem azt mondom, hogy kihívó, mert az még nagyon korai lenne kihívóként értékelni bármelyik őjüket, ráadásul már múlt idő is, de hogy biztos, hogy jó, hogy tényleg egy szerethető jó karakter, olyat keresnek most. Azért nem baj, hogyha az államfőt szeretik. Azért ez a rendszerváltozás óta igaz, hogy a népszerűségi listákat párthovatartozástól, kormánytól függetlenül szinte mindig a köztársasági elnök vezeti. Kicsit engem ez meg is lep, de ez általában így van. Tehát ennyire szeretik azért a magyar emberek a atyuska, anyuska karaktereket. De a másik ennél talán fontosabb funkció az, hogy ugye a magyar kormány egy nagyon durva, brutális külpolitikát folytat, ami
értékektől gyakorlatilag deklaráltan mentes, és kizárólag érdekpolitika kérdés, kinek az érdeke, de mondjuk ez most messzire vezet. És ez a Novák Katalinának oldatlan az volt a legfontosabb feladata politikai értelemben, nem kommunikációs, hanem politikai értelemben, hogy összelapátolja a szemetet Szijjártó Péter után. Tehát amikor Szijjártó Péter beledugott mondjuk az ukránokba, beledugott valamelyik európai országba, beledugott bárkibe, akkor Novák Katalin összepakolta a kis sminkészletét, bocsánat, ő csinált sminkszobát, ez most nem valaki ilyen szexista megjegyzésnek minősítse, de tényleg ez volt, tehát összepakolt, odautazott, hát ő járt ugye Kijevben is, ne felejtsük el, ami azért nem is volt egy teljesen kockázatmentes történet, és próbálta helyre tenni a dolgokat, azért, mert tudott mosolyogni, tudott kultúremberként viselkedni, beszél négy nyelven, tehát erre a pozícióra, hogy valamennyire helyre tegye a dolgokat, vagy megmutassa Magyarországnak a szebbik arcát, úgymond, amit azért ritkán látunk, erre ő azért mondjuk, hogy valamennyire megfelelő volt. Hát nyilván sok mindent lehet bírálni az ő személyiségében, a karakterében, de most betenni egy olyan embert, aki épp úgy egy dúvad, mint mondjuk Szijjártó Péter, vagy Szalai Bobrovnicki Kristóf, vagy Orbán Viktor, akkor ugye ez a funkció elveszik. Így a rendszerben mindig voltak sepregető emberek. Lázár mögött is volt, Orbán mögött is volt, mindig mindenki mögött volt, mert az ilyen dúvad típusú politikusaink mögött mindig volt egy-egy ember, nagyjából be is lehet azonosítani kicsodák, akiket arra tartottak, hogy miután szétverték a berendezést a tárgyalószobába, akkor ezek kimentek, és akkor ilyen szakértői csoportokban, meg alacsonyabb szinten is próbálták úgy helyre rakni a dolgokat. Lehet, hogy azt mondja Orbán, hogy nem érdekel most már semmi, nem kellenek ezek a figurák. Nagyjából, hogy milyen személy fog választani elnöknek, az választ fog adni arra kérdésre, hogy számít-e még bármit az, hogy az országban mit gondolnak máshol. Igen, most itt nagyon elkezdtünk arról beszélgetni, hogy vajon ki lehet Novák Katalin utódja, és ki lehet a leendő köztársasági elnök. Ahogy te is mondtad, ugye sok név forog, ezt véletlenül hamarosan meg kell tudnunk, hogy ki ezeket a Fidesz támogatna. Viszont akkor most vissza egy kicsit tényleg az újsághoz, mert ugye ez a bizonyos cikk, amit már említettem az elején, több kollégával közösen jegyzel. Itt egy picit próbálod a hátterét is megvilágítani ennek az egész ügynek, ennek az egész kegyelmi botránynak, ez a mi vezethetett a kegyelemig. Nyilván nem tudunk válaszokat adni, és nem is akarunk úgy csinálni, mintha mi birtokában lennénk annak az információnak, amit most az egész ország szerintem szeretne tudni. De azért pár dolgot így árulj el, hogy mi mindent olvashatnak most tőled. Logikai következtetéseket le lehet vonni. Tehát amit deklarálni tudunk, az, hogy egyetemen felismerhető két egymáshoz lazán kapcsolódó, de nem egymás nem átfedő két erős baráti rokoni kör. Az egyik itt van Budapesten, ennek aktív tagja és szellemi vezetője Balogh Zoltán, és ennek a egyébként egyesületi formát is öltő szervezetnek nagyon komoly prominens tagjai vannak, és ez nagyjából az a kör, amelyik most komoly veszteségeket szenvedett. Tehát a Balogh Zoltán mellett ebben benne van a Novák Katalin, a Varga Judit, egyébként ide tartozik Gulyás Gergely is, itt egyébként már olyan összefonódások vannak, hogy egyébként már itt kinek volt ki a barátnője, kinek kitől van gyereke, tehát ez már egy ilyen, teljesen egy ilyen már egy ilyen nagy család, néha szószoros értelmében is. És van egy másik kör, ez egy Erdélyhez erősebben kötődő kör, ennek ugye három ismert arcát tudjuk detektálni, ez ugye a Ugron Zsolna, mint a erdélyi élő magyar kortárs fiatal irodalmi életnek a nagyasszonya, aki ugye felesége volt a Mikes kastély birtokló grófnak. Az ő alapítványukban ugye kb. 1 milliárd forintnyi közpénz ment már ki, amiből felújították ezt az egyébként szállodaként üzemelő kastélyt. Itt Léva Janikó miniszterelnök felesége is megszállt már. Ugye Léva Janikó és Ugron Zsolna, ők nagyon jó barátnők, ez is tényként leszögezhető. Ugye Léva Janikó írt ajánlót a Ugron Zsolna talán legismertebb könyvéhez, ők sokszor nagyon sok fotón szerepelnek együtt, bejárták együtt teljes Erdélyt, és akkor ugye még bejön a képbe a Bánfi Kata, aki meg szintén a baráti körnek a tagja, rokoni szálak is fűzik Ugron Zsolnához, ő a Várkert Bazár arculatáért felel többek között, a Képmás magazinnak a tulajdonosa, a jól menő PR cége van Magyarországon, rendesen kitűnő állami megrendelésekkel, még egyébként őt Novák Kata ki is tüntette egy ilyen családbarát díjjal, amikor még is családügyi miniszter volt. Szóval detektált az a másik kör, és ez a másik kör megint csak tényszerűen kijelenthető, hogy ott Erdélyben, Zabolán, ahonnan a K család származik, ugye a pedofil botrányban bűnsegédként érintetté vált tanárember Endre Bá családja, ugye ahonnan származik. Ahol az édesapjáról van elnevezve a sportcsarnok, ahol az édesanyja egy ilyen mindenki anyukája, egy tekintély, aki filmekben szerepel, és
kimutathatóan kapcsolatban áll ezzel az előbb említett elit asszony körrel. Tehát ez a két kör egyetlen detektáltó, ezek léteznek. Ugye, hogy az ügy szempontjában ez miért fontos? Hát ugye itt már csak innen jönnek a logikai következtetések, hogy ha K. Endre ügyében valaki kért szívességeket, már pedig valaki kért, ez a kérdés, hogy ki. Valaki kért szívességet, még például szívesség az volt, hogy kapjon kegyelmet, aminek része az is, hogy mentesül a jogkövetkezmények alul, magyarán újra lehet tanár. Ezt valaki kérte. Nem Balogh Zoltán kérte, ezt azért elhihetjük neki, és ez logikailag adja is magát, hogy nem ő volt, hiszen neki nem volt köze ez az emberhez. Tehát valaki megkérte Balogh Zoltánt, olyan ember, akinek fontos volt valamiért ez a K. Endre. És most ugye a fellépünk hatalom legmagasabb szintjére, amikor Orbán Viktor szintjére, most ugye az elvárás fogalmazódik meg, és ennek Bolyár Zsolt ugye a hangot is adott publicisztikájában, most az elvárás fogalmazódik meg, hogy miután Novák Katalin és Valgrédit bukott, akkor még Balogh Zoltán, aki ugye nyílt a vállalatan közben járt az ügyben, holott neki nem volt ez feltétlen érdeke, vigye el a balhét. Tehát akkor tulajdonképpen az, amire utalni akarsz, hogy Balogh Zoltán ezt egyébként ő maga is mondta ebben a bizonyos nem lemondó videóban, ami ugye kedden este volt, lett nyilvános. Tehát ugye ő is utalt arra, hogy igen, ő ezt elismerte, hogy javasolta, hogy kegyelmet kapjon K. Endre, de nem volt ezzel egyedül. Tehát amire most te utalsz, hogy így próbálunk így a sorok mögött olvasni, akkor az, hogy őt is kérték valahonnan, vagy ő is kaphatta azt a javaslatot, hogy hát igazából milyen jó lenne meggyőzni Novák Katalint arról, hogy ez a bizonyos figura, ez kegyelmet kaphasson. Igen, tehát egyre azt látjuk, hogy Balogh Zoltán, ezt nem látjuk, ezt tudjuk, ő maga is elmondta, és ez hihető, hogy őt megkérték, hogy mint a tanácsadó, és mint egy atyai jó barát, járjon közben Novák Katalinnál. Ő ezt megtette, de valakinek a kérésére. Hogy kinek a kérésére azt kijelenteni nem tudjuk, azt tudjuk kijelenteni, hogy ott a K. Endre hátországában, Erdélyben él, létezik, jól detektálható, egy nagyon befolyásos baráti kör, közéleti kör, nagyon sok közpénzt is birtokló kör, aminek a tagja Lévai Anikó. Ezt tudjuk kijelenteni, hogy aztán ez az információ, hogy K. Endre ügyében hát tenni kéne valamit, vagy ez a kérés, ez aztán milyen utat járt be, míg Balogh Zoltánig eljutott, majd Balogh Zoltántól már követhetően eljutott Novák Katalin, és így tovább. Na, hát itt van egy pont, aminek körül csak találgatások vannak. Nyilván egy sör mellett könnyű lenne ezt azt a kérdőjelet felkiáltójelé egyenesíteni. Nyilván újságíróként nem tudjuk megtenni, de az, hogy megértsük ennek az ügynek a hátterét, ahhoz muszáj ezt így látni, hogy ki kivel van és hogy kapcsolódnak össze, és ezért szerintem ez a logikai lánc szépen felépíthető. Hát igen, meg tényleg, ahogy mondtam is, a kérdések kérdése most az, hogy miért történt ez a bizonyos kegyelem. Ebben a cikkben egyébként, amit te is jegyzel, ott is sokkal részletesebben kifejted ezt, amire most utaltál, a budapesti részt, kifejted jobban az erdélyi részt, illetve akkor még csak ezt így elmondom gyorsan, hogy a pénteki ugye influencer tüntetés szervezői közül többen megszólalnak a közvetlen elnök választást, amit most az ellenzék javasol, azt is egy kicsit boncolgatjuk, tehát hogy egy nagyon terjedelmes írás és sok része van. Többek között ugye ez is. Én is azt mondanám, hogy nyilván ezt nem jelenthetjük ki, hogy ki az, aki kért itt Balogh Zoltántól bármit, de az biztos, hogy egy ország várja most a választ. Szerinted egyébként van rá esély, hogy ebben ki fog derülni valaha az igazság? Ugye az egy érdekes helyzet, hogy erkölcsi igazságérzetünk, és ezzel sokan vagyunk így ebben az országban, most talán mondhatom végre valahára, hogy több tíz és százezer, mert ez most tényleg olyan ügy, amit talán tényleg tömegek figyelnek, vagy követnek, hogy azt gondoltuk, hogy Balogh Zoltán igenis le kell mondania, és tűnjön el. Ez egy erkölcsi ítélet. Viszont az is benne van azért itt a pakliban, hogy ő ezt azonnal megteszi első körben, amikor erre lehetősége volt ugye a hét első felében, akkor annak az üzenete tényleg az lett volna, hogy akkor elvitték ők hárman az egész balhét, kvázi ők a felelősek, mondhatni ezt már nyugodtan, hogy megtörtént a vezéráldozat, és akkor egyébként az ügy, ha már ezzel kezdték, hogy elül-e vagy nem ül el, hát könnyen elült volna. Így egyébként, még ha nem is ez volt az őben Balogh Zoltán feltétlen szándéka, de az ő ugye nyilván az, aki időt nyer, életet nyer, erre játszik, a hatalom kritikusai pedig most abban kell bíznak, hogy az idő múlásával, ameddig Balogh még pozícióban van, még inkább ez az ügy előtérben marad és fennmarad, nem lehet lezárni. Ennek a vége egyébként meggyőződésem szerint egyébként az ő lemondása lesz, de ameddig ez nem történik meg, addig ez az ügy nincs lezárva. Most, hogy a köztes időben azok a szereplők, akik tényszerűen ki tudnának jelenteni dolgokat, ezt megteszik-e? Az egy nagy kérdés. Hát, hogy maga Balogh Zoltán nem olyan eljuthat-e arra a szintre, hogy ő borít?
Én nagyon meg lennék lepve, mert ő azért egy borzasztó lojális ember, és valószínűleg erre is operált Orbán Viktor, hogy eddig mindig lojális volt, nyilván előbb-utóbb ki lett volna valamivel fizetve, csak ugye mivel tudod kifizetni azt az embert, aki ugye a csúcson van, aki miniszter volt, aki az egyháznak a feje. Tehát neki azt adni ajánlatként, hogy hát vidd el a balhét, Zolikám, hiszen úgyis mindig elvitted, meg szerettél minket, meg lojális vagy, majd hidd el, majd egy év múlva kapsz tőlünk egy, nem tudom, egy kutatóintézetet. Ez az ő eseté, ezt sokakkal eljátszották, ez az ő esetében azért nem egy ajánlat. És ő is azért egy büszke ember, tehát azért a hübris, azért, ha valakiben nagyon dolgozik, az Balogh Zoltán. Nincs mi nem őt annyira, hogy ezt azért elmondhatom. Egyébként ő egy, tehát mondjuk ami jót is róla, ő egyébként egy művelt ember, tehát hogy ő azért mögött azért van teljesítmény is. Lehet őt sok mindenért szidni, de azt a részét én azért most abszolút én emberi szinten nézve megértem, hogy nem akarja úgy elvinni a balhét, és úgy az egész eddigi karrierjét a sarokba dobni, hogy igazából ebben az ügyben ő azért tényleg egy picit mellékszereplőnek tűnik. Tehát ő tette egy szívességet, elkövetett egy komoly hibát, tehát ez bőven lehet elég ebben egy pedofiliáról szól ügyben, bőven lehet elég amúgy egy normális európai társadalomban az, hogy belebukjon. De az, hogy azt mondja, hogy azért nehogy már mi bukjunk bele, tehát ő és az ő baráti köre, akik igazából eszközök voltak, és akik valójában, de amúgy nem volt semmi közük ez a kánér, és azok, akik meg érdemben tettek, vagy akartak tenni azért, hogy ez a fickó megúszza, vagy szabaduljon a jogkövetkezmények alól, azok meg elsétálnak. Szóval, hogy ők ezt nem akarják, én azért ezt megértem. Persze, ez most egy nagyon bonyolult helyzet, már csak azért is, mert akik tudják a teljes igazságot, ők, te azt mondtad, hogy nagyon meg lennél lepve, hogyha előállnának a széles nyilvánosság elé ezzel, egyébként én is vagyok ezzel, és valószínűleg többen. Tehát, hogy vannak néhányan, akik tudják, hogy pontosan mi történt. Nem csak Balogh Zoltán tudja, azért vannak mások is, akik tudják. Így van, persze, ez kétségtelen. Az nyilván már a másik része a dolognak, hogy kinek miért lenne érdeke ezt az egészet tényleg a széles nyilvánosság elé tárni, pláne hogyha tényleg fogalmazhatunk úgy, hogy olyan nagy halak is érintettek, akiknek a neve eddig még közbeszédben nem merült fel. Mindenesetre a Magyar Hangban természetesen továbbra is szorosan követjük ezt az egész témát, a hang.hu oldalon tényleg naponta számos írás jelenik meg ezzel kapcsolatban, és hát biztos vagyok benne, hogy a következő lapszámunkban is ez még azért kiemelt helyet fog kapni. A mostani újságban pedig tényleg ajánlom mindenkinek Zsombor írását, mert... Hát ez a közös írás, azért nem csak az enyém. Igyekszünk azért, amit lehet összerakni, igen. Tehát legalábbis ezt a logikai szálat egyértelművé tenni. Igen, tehát tényleg, tehát olyan háttérszálak vannak itt megvilágítva, amik azért valószínűleg nem teljesen egyértelműek sokak számára, de hát ezért is jó, hogyha elolvassák önök is. Úgyhogy akkor most nálunk itt ez a végszó. Zsombor, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. És akkor Szerető Szabolcsal folytatjuk. Szia, köszönöm, hogy eljöttél. Szervusz, jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Szabolcs ugye a Magyar Hang főmunkatársa, illetve műsoraink állandó szereplője, a Kompországnak a műsorvezetője. Itt még nem voltál, úgyhogy nagyon örülök, hogy most itt is itt vagy. Annyiban rendhagyó ez az egész rész most, hogy te publicisztikát ugyan írtál erről az egész eseményről, ami most itt kialakult, de most nem kifejezetten erről fogunk beszélgetni, hanem tényleg arról, ami körülöttünk van, azt hiszem most ez érdekel mindenkit. Itt ugye az előzőekben már beszélgettünk arról, hogy ez a kegyelmi ügy hogy zajlott, mi lehet a köztársasági elnöki poszt sorsa, de akkor most beszéljünk a másik nagyon fontos részéről, ez pedig Magyar Péter, aki ugye Varga Judit ex-férje, bement a Partizánba, azóta egyébként a Facebookon naponta többször is posztol, és hát igen keményen neki ment a rendszernek. Szerinted lehet azt mondani, hogy minthogyha repedések látszonnának most, vagy ennek kell egyáltalán ekkora jelentőséget tulajdonítani? Hogy mekkora jelentőséget kell tulajdonítani Magyar Péternek, azt szerintem ebben a pillanatban nem tudjuk, de ez rövidesen ki fog derülni, meg hogy mennyire lehet őt komolyan venni, hiszen ő egy konkrét dolgot mondott, vagy ha úgy tetszik, ígéretet tett, hogy a miniszterelnök évértékelőjéig, ami ugye szombaton délután van, lesz, addig ő valami meglepetés, vagy valami olyan dologgal fog előállni, ami nyilván akár egy ilyen horderejű eseményre is hatással lehet. Most, amikor beszélgetünk, ilyet még nem láttunk, de azt gondolom, hogy ennyi bizalmat azért adhatunk Magyar Péternek, hogy őt ilyen tekintetben komolyan lehet venni. Na most az, hogy ez egy repedés, azt gondolom, hogy ez a legkevesebb, amit erről el lehet mondani. Tehát azért
nem minden nap szokott olyan előfordulni, hogy valaki, aki ugye egy volt kormánytagnak a volt családtagja, vagyis hát volt férje, illetve aki a rendszernek a része abban az értelemben, hogy számos állami vállalat élén vezető tisztséget töltött be, ugye ezekről egyébként le is mondott ezzel a nyilatkozat cunamival egy időben, tehát ez be is jelentette, hogy ő kilépett ezek szerint a rendszerből, tehát ilyesmi azért, olyan, hogy van, hogy valaki kilép a rendszerből, de hogy ezt ilyen hangosan, látványosan teszi, az ritkaság. És ugye a legnagyobb visszhangja annak a partizános interjúnak volt vasárnap este, amit ugye nagyon sokan megnéztek, és azért aki azt végignézte, azt láthatta, hogy itt nem lehet a dolgot annyival elintézni, amit talán az első posztokból még lehetett gondolni, hogy itt valami fajta személyes sértettség van, hogy azért ugaz, hogy elvált már Varga Judittól, de hogy itt mégiscsak valami fajta ilyen szolidaritás nyilvánul meg, hogy hát ő ugye ebbe a helyzetbe került, hogy lemondott, és hogy úgy érzi, hogy talán mások meg megúszták ezt, vagy itt valami fajta igazságtalanság van. Tehát nem pusztán személyes motivumok vannak itt, hiszen ahhoz túl összeszedett volt, túl világos, túl mondhatni így rendszerszerű volt az ő bírálata. Nem akarom most az ördögügyvédjét játszani, de azt fogom, mert hogyha valaki végighallgat, ez egy 1 óra 45 perces interjú volt nagyjából, annak egy pillanatig sem tagadom a jelentőségét, hogy valaki a rendszeren belülről ennyire nyíltan kibeszél. Nyilván itt annak is van azért üzenetértéke, hogy pont a Partizánba megy be, bár ez a saját jól felfogott érdekés lehetett, hogy sokakhoz eljusson. De hogy igazából egy-két személyes ügyet leszámítva, ő nem mondott újdonságot. Tehát ugye olyan dolgokat mondott el, akár a rogáni hatalomgépezetről, akár a különféle hatalmi viszonyokról, amiket igazából tudunk. Minden hasonlat sántít, és ez nagyon sántítani fog, de azért a bizonyos dolgokat meg lehet azért érteni az ilyen párhuzamokból. Tehát, hogy ha belegondolsz 2006-ban az összedi beszédre, ami ott tartalmilag elhangzott, valójában az se volt újdonság. Tehát azt mindenki tudta, hogy Gyurcsány Ferencék mit csináltak. Tehát nem az volt az újdonság, hanem az, hogy ezt valaki, nyilván ott a politikai hatalom csúcsán lévő személy, tehát nyilván Magyar Péternek a jelentősége nem mérhető össze ezzel, de mégis, hogy ugyanazt látja, ugyanazt gondolja, amit egyébként nagyon sokan gondolnak erről arról az akkori kormányzásról. És itt most azt látjuk, hogy van valaki, aki belülről érkezik, és hogy ugyanúgy értékeli, ahogy azt egy ellenzéki szavazó is gondolja, meg ahogy a nyilvánosságban nagyon sokan gondolják, és ahogy nyilvánvalóan nagyon sok fideszes vagy potenciális fideszes szavazó is gondolja. Tehát azt gondolom, hogy Magyar Péter leginkább nekik próbált üzenni ezzel, hogy itt az ideje, hogy valahogy fellépjenek, hogy valahogy tegyenek ez ellen, hiszen ha ezt az alkalmat most nem használják ki, ami ugye a Novák Katalin és Varga Judit lemondásával, meg az egész körüli botránnyal adódott, akkor egy komoly lehetőséget szalasztanak el erről, hogy valamifajta politikai fordulatot elérjenek a Fideszben. De bocsánat, mit tudnának tenni ebben a szavazók? Tehát, hogy ez pont olyan dolgok, amiket inkább bentről lehetnek. Igen, ez jogos, tehát, hogy tehát azt tudjuk, hogy a Fidesz ez egy ilyen nagy közhely, méri a közhangulatot. Tehát nyilvánvaló az, hogy a Novák Katalin kezét így elengedték, az azért történt, mert ilyen mérések születtek, és látták, hogy valószínűleg azt is látták, hogy sőt, ez volt igazán a fontos, hogy a saját szavazói körében sem védhető ez az ügy. Mellesleg megjegyzem, hogy azért a Fideszről sok mindent elárul, hogy ilyen sokat kellett várni, hogy ez a felismerés megszülessen. Már tudjuk, hogy ha úgy veszük, hogy ennek nyilvános jele nem is volt, hiszen azt tudtuk, hogy van a miniszterelnöknek az ugye egy héttel ezelőtti nyilatkozata, vagy bejelentése az alaptörvénymódosításról, amit mindenki úgy értelmezett, hogy ez egy sejemzsinór, de ugye ő sem beszélt konkrétan az ügyről. Mindenesetre feltételezhető, hogy a végések határozzák meg a Fidesz mozgását ebben az ügyben is. Tehát azt akarom mondani, hogy az a kiábrándító és nagyon jellemző a fideszes gondolkodása, már most itt a vezetésről beszélek természetesen, hogy egy ilyen nyilvánvalóan egyértelmű ügyben, ami egy olyan morális normasértés. És én azt gondolom, hogy ehhez nem kell megmérni a társadalom közhangulatát. Aki egy ilyen hírrel találkozik, annak szerintem 99,9%-ban ugyanaz a véleménye, mert azt gondolom, hogy ez egy civilizációs alapvetés. Tehát, hogy valakire, hogy ebbe állás foglaljon, ehhez szondáznia kell a közhangulatot. Én azt gondolom, hogy ezek szerint az egy mítosz, hogy a néplelket jól ismeri a Fidesz, mert szerintem, bocsánat, én számomra már az első pillanatban egyértelmű volt, ezt is írtam, ezt is mondtam, ezt is képviseltem, most egy kicsit így magamat fényezem, hogy nem lehet ennek a vége más,
hogy Novák Katalin távozik, és Varga Judit is. Ennek számomra mindig csak az időpontja volt kérdéses. Igen, itt annyit megerősítek, hogy valóban már a botrány kirobbanása utáni első egy-két napban, amikor a szerkesztőségben itt beszélgettünk, Szabolcs már tényleg akkor nagyon határozottan képviselte. Többen mi még azt mondtuk, hogy el fog ülni a botrány, nem fog eljutni idáig, de Szabolcs valóban képviselte ezt, hogy már pedig ennek ez lesz a vége. De ugye ott tartottunk, hogy a Fidesz szavazók vajon tudnak-e nyomást gyakorolni, vagy pedig ugye, amit maga Magyar Péter is mondott, hogy belülről kellene ezt a rendszert megváltoztatni, az ő elmondása szerint befelé ő meg is fogalmazott kritikákat, csak ez kívülről nem látszottak, és akkor itt már jön az a kérdés is, hogy vajon lehetnek-e olyanok, akik követik őt. Ez mennyire science fiction azt gondolni, hogy akkor most lesz néhány olyan fideszes, ahogy ő is mondta az ő generációjából, aki szintén kiáll, és azt mondja, hogy igen, itt változás kell. Igen, tehát valóban erőteljesen cselekedni nyilván azok tudnak, nem a szavazók, a szavazók ugye véleményt tudnak formálni, de a konkrét cselekvés az valóban azoknak a sajátja, akik a rendszeren valahogy belül vannak, és a döntéshozatal közelében vannak. Nagyon nehéz ezt megjósolni. Igen, az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy amikor történt ilyen, akkor nem nagyon volt követő. Úgyhogy lehet, hogy Magyar Péter is egy ilyen magányos harcos marad, és akkor nyilván az ő lehetőségei korlátozottak. De én ezt itt hagynám még ezt, ebben a pillanatban nem tudjuk. Ugye kérdezem az elején, hogy ez egy repedése a Fideszen belül. Én egy olyan repedésnek gondolom, inkább azt mondanám, hogy kinyílt egy rés, amivel valamit belátunk így a kulisszák mögé, és az a Fideszről általában azt a képet szokták látni, hogy egy ilyen monolit hatalmi tömb, és most azt látjuk, hogy belül a színfalak mögött azért írtó kemény harcok folynak. És hát nagyon komoly tétje van, és ezt máshol is mondtam, nem egy eredeti hasonlat, de hogy valószínűleg sokan egy kanálvízben is meg tudnák folytani egymást, és akkor itt érdemes a Rogán Antal fele elindulni. Igen, számomra is ez lett volna a következő, tehát ugye ő volt az, akit Magyar Péter igen komolyan bírált, igen. Beszélt arról, hogy milyen elképesztő ez a fajta propaganda gépezet, amit ő kiépített. Jegyzem meg, nyilván ez is az, amit az átlagnál egy kicsit jobban a politika iránt érdeklődő, azért tapasztal, igen. Meglát, hogyha csak elkezdi az internetet nézegetni, vagy olvasgatni. Szóval, hogy Rogán Antal, aki el van tűnve nyilvánosság elől, nem lehet őt kérdezni, vajon az ő hatalmi pozícióit megingathatja-e ez a történet? Hát erre biztos választ nem tudok adni, és szerintem nagyon kevesen vannak Magyarországon, akik erről biztos tudással rendelkeznek, de azt gondolhatjuk, hogy, és hogyha azt feltételezzük, hogy Magyar Péter mégsem egy magányos harcos, hanem esetleg a háttérből valakik bíztatták erre, akkor már egy életszerű történet az, hogy esetleg egy Rogán ellenes koalíció kezd összeállni a Fideszen belül. Mert azt gondolom, hogy a Rogán Antal kezében valóban akkora hatalom összpontosul. Az egészen példátlan szerintem, hogy valaki egyszerre felel a titkosszolgálatokért és a propagandáért. Ez egyébként félelmetes távlatokat nyit meg, és néha látjuk is a jeleit ennek, meg a súlyos következményeit ennek. Én azt gondolom, hogy ettől nem csak a civileknek, nem csak az ellenzékieknek kell tartaniuk, hanem bizony minden fideszes potentátnak is, hogy bármikor ez a gépezet ellene is fordulhat. Ezért gondolom, hogy nagyon sokan örülnének annak, hogy ha Rogán Antal, nem azt mondom, hogy kilépne ebből a rendszerből, de hogyha az ő jogosítványait erősen visszanyesnék, az kérdést, hogy Rogán Antal mit lépne ebben az esetben, hiszen na, ő aztán tényleg mindenkiről mindent tudhat. Tehát, hogyha van valakinek lehetnek ütőkártyák a kezében, akkor bizonyosan ő. És az is kérdés persze, és itt a kulcs kérdés Orbán Viktornak a viselkedése, aki nem nyilvánult meg ebben, tehát nem csak a Novák Katalinféle ügyben, hanem ebben sem. Nyilván mondjuk Magyar Péterre neki reagálnia személyesen, az valószínűleg túlzás lett volna. Ugye volt egy ilyen sablon válasz a kormányzati kommunikációt, hogy reménytelen helyzetben lévő emberek nem tudom micsodáira nem akarnak válaszolni, csak nem tudom, hogy miért gondolják azt, hogy Magyar Péter reménytelen helyzetben van. Tehát, igen, ezt ő maga is kikérte magának. Tehát ő magában nem, mert egyébként ráadásul ez egy nagyon, nagyon rossz üzenet. Most nem csak azért, mert sokan itt a kis áru kapcsolással mondhatják azt, hogyha most látjuk, hogy ez a pedofil botránynál, hogy akkor kik vannak ott reménytelen helyzetben, és itt az áldozatokra is utalhat ez a cinikus
cinikus megjegyzés, vagy sokan ezt úgy értelmezhetik, hanem hogy miért kerülne valaki reménytelen helyzetbe. Tehát ez nem normális állapot az, hogy valaki azért, mert bírálni merészeli a Fideszt, és egyébként önként lemond a különböző tisztségeiről, akkor azzal reménytelen helyzetben van. Mi fog vele történni akkor? Hát persze, nyilván ez egy ilyen olyan formula, amivel még inkább lekicsinyítjük az adott embert, hogy még kevésbé vegye komolyan bárki az ő szavait, hiszen a reménytelen helyzetben van, akkor kapálózik, ergo mond mindent. Nekem nem egy kapálózó ember képét mutatta ebben az interjúban. Ott egyáltalán nem, bár az tény, hogy azóta ugye a Facebookra naponta 4-5-ször posztol, nem tudom, hogy nincs ez egy kicsit eltúlozva már ez a rész, tehát ez nyilván ki fog derülni majd a napokban, vagy ahogy te is említetted itt az évértékelő kapcsán. Még egy pillanatra visszatérve Rogán Antalra, ugye arról beszéltünk, vagy arról beszéltél, hogy a Fideszben is köztudott az, hogy vannak, akik őt kevésbé szeretik. Igen. Fogalmazunk így, és akkor itt a kanálvíz hasonlatodat én nem ismétlem meg. Na de mégiscsak Rogán Antal az, aki már a sokadik kétharmados győzelmet hozza nekik. Tehát a saját jól felfogott érdekük, ugyanakkor az is lehet, hogy ez a rendszer, amit ő kiépített, látszólag remekül működik, hát akkor muzsikáljon is tovább. Ez kétségkívül így van, és nyilván, hogyha nem tudom, hogy ilyen viták folynak-e a Fideszen belül, vagy van egyáltalán terepe, vagy terre, hogy ilyenről beszéljenek, akkor nyilván ez a fő érve lehet mondjuk Rogán Antal, vagy akik Rogán Antal mellett akarnának érvelni, hogyha vannak ilyenek, hogy ezt mondják. De ha mondjuk ezt az egész Novák Katalinos ügyet megnézzük, akkor például én nem érzem azt, hogy a Fidesz propaganda az jól működött volna. És ugye itt ilyen nagyon egyszerű megoldásokkal operálnak általában, ami valamikor tényleg működik, de most is látszott, hogy amikor egy ilyen hirtelen helyzet előáll, akkor tényleg lefagy a rendszer. És bizonyos értelemben még mindig lefagyott ez a rendszer. Én nem tudom mire vélni, hogy történhet meg az, hogy a 1000 helyről megüzenik, és teljesen világos, hogy a politikai vezetésnek, feltetőleg a miniszterelnöknek is, bár ő nyilván ebben nem is tud megszólalni érdemben. Ugye az lenne az érdeke, hogy Balogh Zoltán távozzon, és ehhez képest, mert tudjuk, hogy az állami média, a Kossuth Rádió az nem egy autonóm szervezet, vagy sütörtök reggel Balogh Zoltán mondott egy imát, aminek nyilván hát elég sok leágazása van, most nem menjünk bele, de ez számomra arra utal, hogy itt zavar van a rendszerben, hogy ez nem logikus ez az egész, hogy történhetett ez meg. Ez olyan, mintha minden rendben lenne. Tehát, hogy itt nincs itt semmi látnivaló. Miközben egész világosan a kormányzati sajtóból, amelyik autonómiáról azt gondolom, hogy még vicc szintjén sem érdemes beszélni, egyértelműen megüzenik neki, hogy mi lenne a helyes lépés az ő részéről. Tehát itt én most zavart látok, és itt bizony ezt az egész ügy félrekezelését, és ugye Magyar Péter erről beszélt, hogy itt az volt a taktika, hogy hallgatni kell, nem szabad megszólalni. Ezt egyébként másodikben is láttuk, hogy ezt próbálja játszani a Fidesz. Valamint azt, hogy a propaganda gépezet, ugye az állami média és egyéb felületek gyakorlatilag nem foglalkoztak ezzel a kegyelmi botránnyal. Tehát ugye az volt a terv ezek szerint, hogy úgy megúszni a dolgot, hogy hát blokkoljuk, hogy jó, az ellenzéki sajtóban, meg a független sajtóban lesz valami adverés, az ellenzékek feláborodnak, de a mi táborunkat megóvjuk, és ezek szerint ez nem sikerülhetett. Igen, de hogy láttuk már ugye több esetben, hogy ez működött. Tehát az, hogy a kormánypárti nyilvánosság teljesen elhallgat egy bizonyos dolgokat, ezáltal lényegében a fél ország nem is értesül róla, hogy mi történik, ez eddig működött. Tehát, hogy... Nyilván itt is nagyon sokat sikerült elzárni ettől, tehát most nyilván nem... Ezt is, én nekem nincs olyan módszereim, hogy ezt felmérjem, tehát hogy most akkor a falvakba mennyit tudnak erről, vagy akik tényleg csak ezekből az eszközökből tájékozódnak. De szerintem az ország jelentős többsége azért nem. Hogy vannak ügyek, amelyek egész egyszerűen előbb-utóbb áttörik ezt a falat, és szerintem ez itt bekövetkezett. Mert ha nem következett volna be, akkor gyanítom, hogy Novák Katalin sem mondott volna le. Tehát, hogy a rogáni recept itt látványosan nem működött, és azért a Fidesz most egy kellemetlen helyzetben van. Lehet, hogy szombaton a miniszterelnök erre ad egy olyan választ, ami után újra kell nekünk is gondolnunk, hogy akkor most milyen állapotban van a Fidesz. És lehet, hogy ez a hallgatás, ez a kivárás, megnézi ő is, hogy a folyamatok hova jutnak, és majd akkor megfelelő időben közbeavatkozik. Hát nyilván most szombaton valamit mondania kell. Nem nagyon hiszem, hogy megteheti azt, hogy nem is utal ezekre az ügyekre, mert a jelen pillanatban ezt most elmondják az elemzők folyamatosan, hogy se főpolgármester jelöltje nincs a Fidesznek, illetve még azt sem tudni, hogy milyen módon kívánnak ebben részt venni. Ugye államfőt is kellene keresni, egy államfőjelöltet, plusz az EP lista vezető is kiesett. Fidesz sajtó folyamatosan azon szokott gúnyolódni, hogy az ellenzék az milyen szerencsétlen, hogy 5-8 felé mennek, és egymással vitatkoznak, meg jöltek, tehát
Azt kell, hogy mondjam, hogy jelen pillanatban az ellenzék ilyen szempontból, felkészülési szempontból talán nem áll sár rosszabbul, mint a Fidesz, mert a Fidesz lényegében sehogy sem áll. Ha most lenne egy erős ellenzék, meg amely olyan ellenzék, inkább azt mondanám, hogyha lenne egy ellenzéki agytrözt, ami már szerintem egyébként nincsen, akkor ez most egy nagyon komoly verseny elő lenne. Most én úgy érzem, hogy adnak időt Orbán Viktornak meg a Fidesznek, hogy rendezzék a sorokat. Hát igen, és azt hiszem, azzal nem tévedünk nagyot, hogyha azt mondjuk, hogy úgyis az fog történni majd, amit Orbán Viktor akar, tehát hogy most az, hogy... Igen. Az fog történni, tehát hogy az államfélelős kérdésében ugye egészen bizonyosan, meg hát a többi személyi kérdésben is. Én azt gondolom, hogy az a kérdés, hogy Orbán Viktor mikor tudja eldönteni, hogy ő valójában mit is akar. Nincs egyszerű helyzetben, ugyanakkor az ő hatalom technikai képességeit ismerve azt gondolom, hogy valamilyen megoldást fog erre találni. Ilyen értelemben azért még politikai válságról nincsen szó, de morális válságról bizonyosan. És akkor most ez is lett a végszó, hát azt mindannyian várjuk, hogy akkor mi lesz ennek az egész ügynek, vagy ennek az egész történetnek a fejleménye, illetve mindenkinek javaslom Szerető Szabolcs publicisztikáit, mind a Magyar Hang heti labban, mind a Hang.hu oldalon, ugye Koffeint is szoktál írni. Igen. Úgyhogy ezeket mindenkinek javasoljuk. Szabolcs, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is nagyon szépen köszönöm, viszontlátás. Bízom benne, hogy érdekesnek találták a beszélgetéseket, és ezáltal sikerült felkelteni az érdeklődésüket a legfrissebb lapszámunk iránt is, amely tehát február 16-a péntektől kapható, a címlapon pedig Balogh Zoltán. Én ismét csak azt kérném, hogyha még nem tették, akkor iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, lájkoljanak minket a Facebookon, kövessenek az Instagramon, van egy hírlevelünk, arra is feliratkozhatnak, illetve olvassák a hang.hu oldalt. Én kollégáim nevében köszönöm a figyelmüket. Találkozzunk a jövő héten is. Hangosítunk. A Magyar Hang heti podcastja.